És akkor folytatjuk ugyanott, ahol abba hagytuk. Majd aztán valahogy megpróbálom összeszerkeszteni később az egész videót. Lényeg az, hogy ahol abba hagytuk, ugye az volt második Mózes 13, és arról volt szó, hogy az ünnep maga egy jel az ember kezén, illetve a szeme előtt. Az ünnep maga, az ünnepek, a napok, a sabát maga az ő jele. Ő közte és az ő népe között. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mikor vannak az ünnepek, pontosan mikor kezdődik, hogyan kell csinálni, mit kell csinálni, és mi azt csináljuk, amit ő akar. Ez számára egy fontos dolog. Nem véletlen az sem, hogy ekkora energiát fektet az ember, illetve nem az ember, bocsánat, hanem az ellenség, és azok az emberek, akik az ő irányítása alatt vannak, abba, hogy eltitkolják, hogy milyen év van, milyen nap van, mikor kezdődik a nap, mik az ünnepei, hogy akarja, hogy ünnepeljük. Hiszen a többi dolgot nem tudja eltitkolni, de tisztában van azzal, hogy ezek nagyon fontos dolgok az üdvösség szempontjából. Hogy az emberek tudják, hogy mikor van az ő ünnepe, és mikor vannak az ő ünnepei pontosan. És ez igenis egy kulcskérdés. Ugyanúgy, ahogy a név egy kulcskérdés. Hiszen ha belegondolunk, mind a kettő része a 10 parancsolatnak. Mind a név, ami a harmadik, és mind a szombatnap, ami a negyedik parancsolat. És nem véletlen az, hogy még azt sem tudjuk, hogy mikor kezdődik a nap. Mármint azt tudjuk, hogy szerintünk mikor kezdődik a nap. Azt nem tudjuk, hogy a hua szerint mikor kezdődik a nap. Vagy hogy melyik nap a szombatnap. És a lényeg pontosan ez. Pontosan ez az, amit ő akar. Azt találja meg, aki keresi, és erre szánja rá az egész életét. Az 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 ember, aki a végén eljut hozzá. Aki feláldozza a saját életét cserébe a megváltó életéért. Ez az a csere, amire mindenkinek gondolnia kell, aki el akar jutni a királyságba. És azok az emberek, akik azt állítják, hogy ő mindenkit szeret, vagy még a halál előtt órákon át ő azon győzköd minket, hogy megtérjünk, vagy ő elfogad mindenkit úgy, ahogy van, azok az emberek nem biztos, hogy az igazságot beszélik. Hiszen erről ő sosem beszélt, hogy ez így lesz, vagy így van. Úgyhogy ez az a magával, a Sundial-lel kapcsolatban ez a helyzet, hogy nagyszerű lenne, ha ezt meg tudnánk valósítani, mert ez egy fontos kérdés, és hát nem tudom, hogy meg lehetne ezzel a módszerrel határozni. Minden esetre van nagyon sok ember, aki úgy gondolja, hogy meg lehet. Ha valakinek van esetleg kérdése, akkor ez egy nagyszerű időpont most, hogy a kérdésekbe belevágjunk. Azon kívül nem is tudom, mi az, ami állandó kérdés. Ja igen, ez a mennyi idő van még. Erről minden alkalommal beszélünk, erről, hogy mennyi idő van még. És csak fogalmam van róla, igazság szerint honnan tudnám. A lényeg az, hogy én nem is tudom, hogy ez már így előjött-e ez a dolog, de ahogy a tudomány áll és a technológia, az szerintem legalábbis amennyire én követem az eseményeket, olyan 2030 az,
amikor ilyen monumentális változások lesznek a tudomány és a technológia terén. Már ha ez, ami most van, nem monumentális kategória. De 15 éven belül, ami nem 15, hanem mondjuk 13, 13-15 éven belül szerintem az emberek nem fognak ráismerni arra, ami azok, akik most élnek arra, ami akkor van, ha úgy halad minden, ahogy most. De az, aki esetleg úgy tervez, hogy 2045-ig eljutunk, vagy azon túl, az nem is optimista, hanem az nincs tisztában azzal, hogy mi a helyzet. Hogy pontosan mi a helyzet a világon, hogy alakulnak a dolgok, és merre haladnak a dolgok. Ez a videó azonnal meg fogod tudni hallgatni, amint a Facebook így elkészíti, ez azonnal itt fönt lesz. Én meg holnap feltöltöm azt, amin a maga vizuális része rajta van a YouTube-ra. Úgyhogy vagy ezt várod meg, vagy pedig megnézed a YouTube-on holnap a másikat, amelyik szimpatikusabb. Ja igen, a Páskával kapcsolatban annyit, hogy már most abban nem kezdenék bele megint. Föltöltöm a három videót, amit csináltam az egészről. Abban nagyjából benne van az, hogy mit csinál az ember, mi a lényege az egésznek, mi a spirituális háttere, mi az, amit ő akar tőlünk, hogyan tartsuk meg, és ez igazából a lényeg. Még annyit akkor újra, hogy akit a Sundial érdekel, akkor hát írjon egy e-mailt, vagy aki akar ezzel kezdeni bármit is, a Sundial-le kapcsolatban, az írjon egy e-mailt, és elküldöm neki az összes tervrajzokat, vagy akkor tényleg csináljuk azt, hogy beszélünk Miriammel, és akkor ő, ha ezzel akar foglalkozni, akkor. De szerintem bármelyik asztalos ezt bevállalja, nem tudom, hogy milyen árfolyamban van ez. Ezt gondolom apostolok cselekedetei 1:7. Nem tudom, hogy. Á, igen, nem, ez nem erre vonatkozik. Értem, amit mondasz. Ugye ez apostolok 1:7 az, hogy mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett. Arról beszél, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, nem az összesről. Ez elég egyértelmű itt. Nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett. Az a ti dolgotok tudni, hogy mikor van a sabát, mikor van a Páska, a kovásztalan kenyér, hogy mikor van a Pentekoszt, meg hogy mikor van a sátrak ünnepe, a nagy nap, mikor van, stb. Stb. Ez a mi dolgunk. De az, vannak dolgok, amik az ő dolga. Mint például az, hogy ki Satán? Hogy néz ki? Mit csinál? Hogy került oda? Vagy mi van az óriásokkal? Vagy ezek a dolgok. Ezek nem a mi. Mi az utolsó nap? Mikor jön el a vége? Mi lesz utána? És a többi. Ami nincs benne az írásban, az valószínűleg nem, azért nincs benne, mert az nem ránk tartozik. Mert bármennyire is okosnak tartja magát az ember, az valószínűleg nekünk nem hiányzik bizonyos dolgoknak a tudása. Úgyhogy szerintem erre vonatkozik Apostolok cselekedetei 1:7. De aki nem tudja, hogy mikor van a sabát, na kezdjük azzal, hogy aki nem tartja, az ugye nagy probléma. De az, hogy mi nem tudjuk pontosan, érdekes volt az a vélemény, amit hallottam. Ez pont azon a videón volt, ahol mutatták be, hogy kell használni, hogy ha egy nappal később megy ki valaki a foci meccsre, akkor attól még ugye kiér, de a meccset már nem látja. És különösen abban az időben, amiben mi vagyunk, valószínűleg jelentősége van annak, hogy mi tudjuk, hogy mik a pontos napok. Hiszen az egész
folyamata a visszatérésnek ezekhez a dátumokhoz van kötve, ezekhez a napokhoz van kötve. És ez egyáltalán nincs olyan messze, mint ahogy azt gondolni szeretné a legtöbb ember, hogy itt még évszázadok vannak, vagy ez mindig így volt, meg ez így is lesz mindig. Ez nem lesz így mindig, meg ez nem is volt így mindig. Ezt a vak is látja, hogy ez nem így volt mindig. Hogy lett volna már így mindig, mikor 100 éve nem volt autó. És 100 évvel ezelőttig az emberek még mindig, jó mondjuk akkor legyen 110, 110 évvel ezelőttig az emberek még mindig azt se tudták, hogy mi van az ország másik felén, csak 2 hónappal később, mikor egy lovaskocsi arra jár. Azt nem lehet mondani, hogy ez mindig így volt. Mert ez nem volt mindig így. De nem is lesz így sokáig. Úgyhogy ezek fontos dolgok, és ahogy azt láttátok, az egy jelentős kérdés, hogy mikor vannak ezek a napok. Azt még írjátok már meg, hogy még lehetett hallani a második Mózes 13, az még benne volt? Mielőtt megszakadt az internet? Mert ha nem, akkor azt felolvasom még egyszer. Ez ugye második Mózes 13, és magáról az ünnepről volt szó, hogy az jel az ember jobb kezén. Na mindegy, valaki majd csak ír. Addig még akartam mutatni még egyet. Az pedig... Pillanat. Azzal kapcsolatban, hogy oké, akkor ha hallottad, akkor mindenki hallott. Egy pillanat csak, és megtalálom, nem értem. Akinek még van mindig könyv előtte, az Efézusiakhoz 4-es fejezet. És ez a Károli verzió, de lehet, hogy átváltok egy másikra, mert ez túl vicces, de... Keresem, hogy mikor indul pontosan ez a rész, amit akarok. Jó, nézzük 26-ostól. Ugye ez a arról van szó, hogy ugye a fenevad bélyege, és akkor mi a teremtőnek a pecsétje. Efézusiakhoz 4-es, 26-os vers, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek a nap, le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek helyt ne adjatok. Nem ezt akartam, de ha már itt tartunk, hogy az ördögnek hogyan ad helyt az ember, az minden olyan dolog, ami az ember elkezd kutatni. Ami érdekli. Hogy például én nem kevés videót nézek azzal kapcsolatban, hogy más hit hogy működik, vagy mi történik ezekben az új, mint a felház dolgokban, mi történik a tudományban, mik a hírek, és ez mind-mind rossz hatással van az ember. Mind az ördögnek ad helyt, hiszen beenged olyan dolgokat az elméjébe, aminek nem kellene ott lenni. Vagy ami valamilyen hatással lesz arra. Hogyha az ember megnéz egy filmet, egy sorozatot, egy hírt, egy zeneklippet, az mind elültet a fejében bizonyos dolgokat, és azok később kicsiráznak szépen az ember fejében. Minél több van, annál nagyobb lesz a zűrzavar és a káosz az emberek fejében. És mikor az igazságot kutatja valaki, ez benne van az egyik videóban, de elmondom, ha már megint előkerült az ördögnek helyt adni. Hogy ha talál valaki egy olyan forrást, amire a Szentlélek úgy érzi, a Szentlélek által, hogy az igazságról szól, fölösleges tovább kutatni. Teljesen fölösleges megnézni azt, hogy mi egy másik, meg egy harmadik, meg egy negyedik, meg egy ötödiknek a véleménye ugyanarról a kérdésről, mert mind más lesz. És azáltal, hogy elkezdünk kutatni,
Azáltal beengedjük a fejünkbe azt az 5-6 különböző elméletet, és ha minden kérdésről beengedünk 5-6 különböző elméletet, akkor a végén nagyon nehéz ez kiszűrni az, hogy mi a valóság. És akkor lesz egy nagy káosz az emberek fejében. Úgyhogy én nekem a stratégiám mindig is ugyanaz volt, és én hálát adok mindezért Jahuának, hogy ezeket a dolgokat megmutatta nekem, hogy annak ellenére, hogy én nagyon szerettem és szeretem ezt a kutatást, én mikor találtam egy csoportot, akiről úgy éreztem, hogy az igazságot mondja, én ott maradtam mindaddig, amíg el nem jött a pillanat, mikor úgy éreztem, hogy valami probléma van vele. Vagy már nem tudok többet tanulni, és továbbáltam egy következőre. De nem ugráltam egyiktől a másikig, és aztán ugye kérdezgettem magamat, meg mindenkit, hogy de akkor ez hogy van meg, de akkor az hogy van meg ez ezt mondta, meg azt mondta. És én nem rossz indulatban mondom, ez csak egy jó tanács az alapján, ahogy én tapasztaltam. Az ide-oda ugrálás az nem használ, mert az embert összezavarja. Amikor úgy lesz, akkor majd a Ruach HaKodesh, a Szentlélek majd tovább mozdítja az embert. Vagy ha már nem tud többet tanulni, továbbá, de ide-oda ugrálni az nagyon rossz. Mindegy, 28-as, aki orozz vala többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. 29. Semmi rohadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos, a szükséges építése, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugye erről szó volt korábban is, ezt ismét megjegyzi. A lényeg azonban a 30-asban következik. És meg ne szomorítsátok Elohimnek ama szent lelkét, Ruach HaKodesh, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. A Szent Lélek az, ami megpecsételi az ember. Az ember vagy megkapja Elohim pecsétjét a homlokára, vagy megkapja a fenevad bélyegét a jobb kezére és az ő homlokára. A jobb kéz jelképezi az emberek cselekedeteit, a homloka jelképezi az emberek gondolatát. Vagy Elohim parancsolatai van az ember fejében és a kezében, vagy az ellenség parancsolatai vannak az ember fejében és a kezében. Ez a kettő között a különbség, ez jelenti a fenevad bélyege és Elohim pecsétje. Fölösleges várni a csipre, meg a többi dologra. Így is úgy is el fog jönni, és lesz olyan, de a lényeg nem az. A lényeg az, hogy mire az eljön, már rég eldőlt, hogy ki az, aki el fogja fogadni, meg ki az, aki nem. És most van az, amikor ez eldől. Hogy ki az, aki tartja az ő ünnepnapjait. Ki az, aki keresi, és ki az, aki csinálja az ő parancsolatait. Ki az, aki tiszta, és úgy él, és úgy beszél, és úgy öltözik, és úgy viselkedik. Az kapja meg az ő pecsétjét a Szentlélek által, a Ruach HaKodesh által. Az összes többi ember pedig majd ott lesz, amikor osztogatni fogják a csippet. Úgyhogy ezt szerettem volna, hogyha mindenki látja, hogy a pecsét és a fenevad bélyeg az egy spirituális dolog. És a szombatnap és az ünnepek az kulcsfontosságú ezekkel kapcsolatban. Itt van még egy, ha megtalálom. Már pedig remélem, hogy meg lesz. Csak nem tudom, hogy... Egy pillanat. Ja, igen, meg. Ez ugyanúgy második Mózes 31 lesz, az egyik.
Második Mózes 31, aki még olvas. Második Mózes 31.12 így szól. Azután szól a Jehova Mósénak Mózesnek, mondván. Nem Mózes mondja ezt, nem ő találja ki, nem a zsidók találják ki, Jehova mondja Mózesnek, Mósénak. 13. Te szólj Izrael fiainak mondván, az én szombatimat bizony megtartsátok, mert jel az én közöttem, és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok Jehova, aki titeket megszentellek. Úgyhogy az, aki kutatja a jelet, hogy mi a fenevad bélyege, vagy így, vagy úgy, annak ez egy nagyszerű segítség. De mivel a szombatnapról már rengeteg szó esett, nem akarok belemenni, de ez fontos, hogy mindenki megértse, a szombat az ő hatalmát fejezi ki az ő népe fölött. Aki az ő népe, az szombatnapon azt csinálja, amit ő mondott. Tizennégy. Megtartsátok azért a szombatot, mert szent az ti néktek, aki azt megrontja, halállal lakoljon, mert valaki munkát végez azon, annak lelke írtassék ki a népe közül. Ugye 6 napon át munkálkodjatok. 16. Megtartsátok azért az Izrael fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre örök szövetségű legyen köztem és az Izrael fiai között örök jel ez, mert 6 napon teremtette Jahua a mennyet, a földet, a 7. napon pedig megszűnt és megnyugodott. Ez egy jel közte és Izrael fiai között. Mindenki, aki az ő fia, nem, mindenki, aki az ő fia, úgy értem, hogy nem csak a zsidókhoz beszél, hogy beszélne már csak a zsidókhoz. Hát, hogyha ha valaki azt mondja most, hogy ő spirituálisan Ábrahám gyermeke és Izrael fia, akkor ez rá is vonatkozik, hiszen itt Izrael fiáról van szó. Úgyhogy vagy valaki azt mondja, hogy ő nem Izrael fia, akkor viszont nem része a szövetségnek, vagy valaki azt mondja, hogy Izrael fia, akkor viszont elfogadja a szövetségnek minden elemét. Úgyhogy olyan nincs, hogy azt mondom, hogy én Izrael fia vagyok spirituálisan, viszont nem kell csinálnom a parancsolatokat. A kettő nem működ, vagy akkor ő keresztény. Az az egyetlen megoldás. Mindig Izrael fiaihoz beszél. Mindig az izraelitákhoz beszélt. Ezért választott egy népet magának. Ez volt pontosan a lényege. De hát, ha akkor itt van... Második Mózes 12, ez ugye a Pészák. Második Mózes 12, 38-as vers. Ez a Pészák dolog előtt van. 37. Elindulnak Izrael fiai Rameszeszből Szukkotba, mint egy 600 ezeren gyalog csupán férfiak gyermekeken kívül. Ugye ez Izrael fiai elindulnak Egyiptomból. 38. Sok elegy nép is méne fel velük, jó szarvasmarha felette sok barom. Úgyhogy ez nem csak Izrael volt, aki elhagyta Egyiptomot, hanem mindenféle emberek. Az Easy to Read verzió így szól. Sokan, akik nem tartoztak Izrael közösségéhez, szintén velük mentek meg rengeteg jószág, marhák, juhok, kecskék, egyéb háziállatok. Úgyhogy ez egyáltalán nem csak a zsidókhoz beszél. De mutatok még érdekesebb dolgokat ennél. És az pedig egy pillanat. Mármint ha már arról van szó, hogy... Mert úgy tűnik, hogy ez még mindig nem világos, és én teljesen megértem, hogyha valaki még mindig azt hiszi, hogy ez a zsidó dolog, ez így működik, ahogy azt, nekünk azt előadták. Második Mózes 12.48. Ugyanaz a fejezet. És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskát akarnak készíteni a Jahuának, jövevény, megtétesse körül minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körülmetéletlen se egyék abból. Egy törvénye legyen az ott születetnek és a jövevények, akik közöttetek tartózkodik. Úgyhogy nemhogy a zsidókhoz beszél csak, hanem külön megjegyzést tesz arra, aki csatlakozik az izraelitákhoz. Mert ugye a zsidó meg az izraelit az két külön fogalom.
3 Mózes 24, Vaikra 24, 21-23. Aki még mindig követi az eseményeket, az 3 Mózes 24, néhány lappal előrébb. Aki barmatit agyon, fizesse meg azt, aki embertit agyon, halállal lakoljon. Egy törvény legyen nálatok, a jövevény olyan legyen, mint a benszülött, mert én vagyok Jahua, a ti hatalmasságotok. Mindenkihez beszél. Mindenkire egy törvény vonatkozik. Következő 4 Mózes pillanat. Bamidbár 15. Ó közösség, néktek és a köztetek lakozó jövevénynek egy rendtartásatok legyen. Örökké való törvény legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Jahua előtt olyan legyen a jövevény, mint ti. Egy törvényetek legyen és egy szabályatok néktek és a jövevénynek, mely közöttetek lakik. Örökké. Úgyhogy sajnálatos módon az, aki... Én értem, hogy ezt nehéz feldolgozni a sok téveszme után, ami terjedt a világban, de ez van. Ő mindig is mindenkire gondolt. Mindig is bevet mindenkit, aki hajlandó volt követni az ő szövetségét, az ő parancsolatait. De egyébként az egész dolgot Józsué 8-as fejezetben lehet legnagyszerűbben lezárni, az egész vitát azzal kapcsolatban, hogy ki is az, aki az ő népe, és ki is az, akire vonatkoznak a törvények. És hogyha megtaláljátok Józsué 8-as fejezetet, akkor 30-as vers így szó. Majd építi Józsué Jahuának Izrael hatalmasságának Ebá hegyén, miként megparancsolta vala Mózes Jahuának szolgálja Izrael fiainak, amint megvan írva Mósé Mózes törvényének könyvében. Oltárt épp kövekből, melyeket vas nem érintett, és vivének arra egészen égő áldozatot Jahuának az áldozának hála áldozatokat. Ugye, arról beszél, hogy Ali Mustafa, pontosan, szó szerint így van. Ez nem csak akkor volt, így most is így van. Mindig így volt. Ugye arról beszél, hogy épített Jahuának egy oltárt Józsué. Ez akkor van, amikor bemegy az elegy nép, a mindenféle nép bemegy az ígéret földjére. Épít egy oltárt, mielőtt megköti a nép a szövetséget Jahuával. Ugye úgy épít oltárt, hogy nem faragja ki, stb. Ahogyan azt ő kérte. Ezért mondja, hogy ahogy Mósé megírta a törvény könyvében. Figyeljen mindenki erősen arra, hogy kivel köti a szövetséget, és felírá ott kövekre a Mósé törvényének mását, amelyet az írt vala Izrael fiai elé. Felírja a törvényeket, a másolatát egy kőtáblára, amelyeket Izrael fiai elé írt, ugye? 33. Az egész Izrael pedig, és az ő vénei, vezérei és bírái ott álltak vala kétfelől a láda mellett. A lévit a papok előtt, akik Jahuának frigyládáját hordozák vala, úgy a jövevény, mint a benszülött, fele a Garizim hegye felé, fele pedig Ebá hegye felé, mint megparancsolta Mosé Jahua szolgája, hogy megáldaná az Izrael népét először. Mindenki ott állt, mikor a törvényt felírta, és mikor felolvasta. 34. Azután pedig felolvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást és az átkot, úgyhogy a törvény nem csak átok, hanem áldás is annak, aki követi, mind úgy, amint megvan írva a törvény könyvében. Megcsinálja az oltárt, felsorakoztatja az embereket, felírja a kőre a törvényeket, felolvassa nekik, hogy tudják, hogy mi az, amiben belépnek. 35. Nem volt egy ige sem azok közül, amelyeket Mósé Mózes parancsolt vala. Mindet felolvasta, amelyeket fel nem olvasott volna Józsué, Jahusa, az Izrael egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, a gyerekek, a jövevények előtt is, akik járna vala közöttük. Úgyhogy, amikor megkötötték a szövetséget, és utána az oltárt a vérrel
befröcskölték, akkor nem csak az izraeliták voltak ott, hanem ugyanúgy a jövevények, akik közöttük jártak. És ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Már abban a kevés időben, ami még hátra van ebből. Hogy ez mindig mindenkire vonatkozni fog. Aki nem követi a törvényeket, az nem tartozik a szövetségbe. Ez ennyire egyszerű. Jaj. De ezt egyébként elmondja az úgynevezett új szövetségben is. Hát, hogy most megtalálom-e, vagy nem. Nagyon gyorsan. Pillanat, és megpróbálom. Itt. Rómaiakhoz 4.11. Ez megint a körülmetélés, de hát bocsánat. És a körülmetélés jegyét, ugyanúgy, ahogy a sabbát, egy jegy közte és a nép között, a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite, igazságának pecsétjéül nyerte, Ábrahám, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék igazság. Aki hisz, az Ábrahám gyermeke. Azonban ő körülmetéletlen volt, mikor már hitt és feláldozta volna Izsákot. Ez lett az ő pecsétje, hogy hitt, hogy megtette volna, és utána metélkedett körül. A hit cselekedetekben nyilvánult meg. Mindazok, akik körülmetéletlen létökre hisznek, azok is részesei lehetnek a szövetségnek, ugyanúgy, ahogy Ábrahám részese lett a szövetségnek. Ő sem született izraelitának, hiszen ő nem is volt az, ő héber volt. Jákob után hívják őket Izraelnek. Ábrahám csak belépett a szövetségbe, volt hite, elnyerte a pecsétet, körülmetélkedett, mert a hit cselekedetekben nyilvánul meg. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is, ami atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokai. Mindazoknak ő az atya, akik követik az ő hitének nyomdokai. Azt, hogy amit mondott neki Jehova, megtette. Azt mondta, hogy áldozza fel a fiát, feláldozta volna. Bandukoljon ennyi évet, bandukol. Ha azt mondta, hogy ide menjen, oda ment. Ugyanúgy, ahogy nekünk le van írva, hogy mit kell csinálni, aki azt csinálja, az az ő gyermeke. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága áll. Először hitt, és utána cselekedett, és ezért kapta meg ő az ígéretet. Illetve hát ezért lett ő azon emberek atya, akik Elohim gyermekei. Szóval ez mindenkire vonatkozik. A következő, és ez szerintem elég kell, hogy legyen ezzel kapcsolatban. Most ezt csak arra mondom, hogy ez csak Izraelre vonatkozik. Ki Izrael akkor? Galatákhoz 3:6-os. Miképpen Ábrahám hit Elohimnek, és tulajdonítatott néki igazságul a hit tulajdonítatott neki igazságú. Ugyanúgy, ahogy nekünk. Aki hisz, az azt csinálja, amit ő mondott, és ez az igazság. Elohim szemében. Ő megmondta, hogy ezt csináld, azt csinálod, akkor te igaz vagy. Ha azt mondta, hogy ezt csináld, nem azt csinálod, akkor te nem vagy igaz. Ennyire egyszerű. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
akik úgy cselekednek, ahogy le van írva. Előrelátva pedig az írás, hogy Elohim hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Mindenki, aki hisz, úgy él, ahogy Ábrahám, Ábrahám pedig követte a mindenható parancsolatait az utolsó betűig. Ha visszaemlékszik mindenki arra a történet, amikor azt mondta neki, hogy áldozz fel a fiad, akkor arról szó sem volt, hogy van-e esetleg egy másik opció. Hogy esetleg nem-e lehetne-e mondjuk ezt vagy azt helyette, vagy hogy én, vagy a másik fiú, vagy egy akármi. Az volt, hogy jól van, fiam, meg kell indulni. Hol van az áldozat? Majd Elohim biztosít magának áldozatot, ha ő úgy akarja. És úgy is lett. Hiszen nem kellett feláldozni a fiát, hanem megtalálta a bokorba beakadva azt a kecskét, vagy mi volt az. Tudta, hogy mi fog történni, mert hitt. De úgy azt is tudta, hogy mindegy, hogy meg kell ölni a fiát, vagy nem, hiszen Elohim így is, úgy is be fogja tartani az ígéretét, ami az volt, hogy a te fiadban áldatnak meg, a te magodban áldatik meg minden nép. Úgyhogy tudta, hogy ha meg is kell ölnie, teljesen mindegy, hiszen megígérte neki Elohim, hogy így is, úgy is lesz egy fia. Plusz azt is tudta, hogy ha meg is öli, az úgy is oda kerül hozzá, úgyhogy teljesen mindegy. Ez a hit. És mindenki, aki hisz, az Ábrahám fia. Nem az, aki annak született. De bár azt mondtam, hogy pillanat. Azt mondtam, hogy ez lesz az utolsó. Most eszembe jutott egy másik. Ez pedig János Jehukanon 8-as fejezet is lehet, hogy tényleg ez lesz ezzel a témával az utolsó. Jehukanon János 8-as fejezet. Pillanat. Akkor az van, hogy János 8-as. Hát nézzük akkor a 31. Mondd ezért Jahusa benne hívő Jahudimnak, zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Ő maga a szó, a megtestesült szó, tehát ő az atyától származik, tehát ő Elohim szava. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek, mi módon mondott-e, hogy szabadokká lesztek? Felelnékik Jahusa, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Így értette, hogy szabaddá teszi. Hogy ha azt csinálják, amit ő csinált, ahogyan ő beszélt, akkor lesznek szabadok. Akkor ma miért nem csinálják azt az emberek, mikor ezt mondta akkor? Mert mindenki, aki a bűn cselekszi, a bűnnek szolgálja. Mi a bűn? 1 János 3-4. A bűn a törvény megszegése. Bűn törvénytelenség. 1 János 3-4. Az a bűn. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú marad mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadokká lesztek. 37. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédem nincs helyen nálatok. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttad. Mert az ő atyuk nem Ábrahám volt. Bár fizikálisan az ő leszármazottai, azt mondja nekik, hogy ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Akkor hogy lehet, hogy ők Ábrahám gyermekei? Pontosan ezért csodálkoznak. A mi atyánk Ábrahám, mondanékik Jahusa. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Mit cselekedett Ábrahám? Ám de meg akartok engem ölni. Olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, melyet Elohimtől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
Úgyhogy onnan lehet felismerni, hogy ki Ábrahám gyermeke, aki azt cselekszi. És az lesz a végén a magában a királyságban nyilván. Úgyhogy a törvények mindenkire vonatkozik. És mindig is vonatkozott mindenkire. Repül az idő. Úgyhogy ha nincs más kérdés, akkor igen, még annyit erre ugye csak is az a hit számít, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg. Az a fontos, hogy mi a hit és mi a szeretet is. Ezeket a dolgokat, ha az ember tisztázza, akkor az nagyszerű. De az, hogy amit a világ gondol, a szeretetről, az annak semmi köze nincs ahhoz, amit a mindenható gondol róla. Szóval az, amit a világ hírezte a szeretetről, az nem ugyanaz, mint amit ő gondol a szeretetről. Ez nagyon fontos, hogy ezt mindenki megértse. Mert ez egy óriási különbség, és egy döntő különbség abban, hogy hogyan közelít az ember ehhez az egészhez. De erre nem is tudom, mennyi verset tudnék most felolvasni. Itt van néhány, akit érdekel, 2 Mózes 20. 2 Mózes 20, 6. Nézzük 5. Ne imádd, ne tiszteld azokat, ezek a bálványok, mert én, Jehova, te hatalmaságot féltőn szerető Elohim vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad, negyed ízigren, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer ízigren azok, akik engem szeretnek. Kik szeretnek? Az én parancsolatimat megtartják. Irgalmasságot cselekszem ezer ízében azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják. Mert az szereti, aki az ő parancsolatát megtartja. Ez a szeretet. 5 Mózes 5. Ugyanez, ugye megismétli a 10 parancsolatot, ne imádd, ne tiszteld azokat, mert én, Jehova, te hatalmasságot féltőn szerető Elohim vagyok, stb. Stb. 10. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják. 2:1 és ugyanaz a szeretet, a parancsolatok betartása. Erről tonnányi videó van az oldalon. Mert ha szorosan, 5 Mózes 11, Deberim 11, mert ha szorosan megtartjátok mind e parancsolatot, melyet én parancsolok néktek, hogy aszerint cselekedjetek, ha szeretitek Jahuát, a ti hatalmasságotokat, ha minden ő utain jártok, és ő hozzá ragaszkodtok, akkor kiűzi Jahuá mindazokat a nemzeteket előtted, bla bla bla. Ha szorosan megtartjátok minden parancsolatokat, melyeket ő parancsol, azok szerint cselekedtek, ha szeretitek Jahuát. Ez a szeretet, a parancsolatok betartás. 5 Mózes 19, 9. Hogyha megtartod mind e parancsolatokat, megtévén azt, amit én ma parancsolok néked, tudnilik, hogy szeressed Jahuát, a te hatalmasságot, és járj az ő utain minden időben, akkor e háromhoz szerez még 3 várost. És ez folytatódik folyamatosan. A 2:1 és ugyanaz. Úgyhogy ezt jelenti a maga az isteni szeretet. És nem azt, amit a világ mond. De hát ez ugyan szóró-szóra ugyanezt ismétli meg. Ugyanezt ismétli meg az Új Szövetség szintén. Mégpedig azt hiszem, hogy igen, János 14. Szó szerint.
De ha már itt tartunk, akkor ez például Dániel 9. Ez például Dániel 9-es fejezet. A 9-es fejezet 4-es. És imádkozom Jahuához, az én hatalmasságomhoz, és vallás tevék, és mondám, kélek, ó Jahua, nagy és rettenetes Elohim, aki megtartja a szövetséget, és kegyességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Márk 12. Így van értelme annak, amit itt mond Jehusa felele nékik. Minden parancsolatok között az első. Halljad, Izrael, Jehua, a mi hatalmasságunk egy Elohim, egy Jehua. Egy Jehua. Nem három, nem kettő, hanem egy. Szeressed azért Jehuát, a te hatalmasságot teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erőből. Ez az első parancsolat. Szó szerint ugyanerről van szó. 5 Mózes 6:5-ben. Szó szerint. Onnan idéz. Azért, mert ez a szeretet. Megtartani a parancsolatokat. De akkor nézzük meg azt is. 5 Mózes 6. 5 Mózes 6, 5. Szeressed azért, hogy Jahuát, a te hatalmasságod, a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És ezek az igék, melyeket a mai nap parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Ez a szeretet. De János 14 talán a legjobb az összes közül, és azt pedig így szól, ha engem szerettek, az én parancsolatimat megtartsátok, és én kérem az atyát, hogy más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ez a szeretet, a parancsolatok megtartása. Úgyhogy nem tudom. Pontosan! A Szentírásban megtalálod a szeretetre a választ, itt a választ. Erről az elragadtatás dologról, az olyan nincs. Olyan nem lesz. Hogy az, hogy valaki, különösen nem úgy, ahogy ők gondolják, hogy majd az egyházat ő elfogja. Minek ragadná, mikor azt tanítják, hogy az ő szavát nem kell már megtartani. Hát minek kellene nekik olyan emberek? Olyanokból van a kerítés, akik nem tartják be az ő szavát, vagy parancsolatait. Őnekik ez egyáltalán, vagy neki ez egyáltalán nem. Sőt, hát aki elfordítja a fülét a törvénynek hallásától, annak még az imádsága is egy utálatosság. Úgyhogy nem, hogy őket el fogja ragadtatni, hanem ők bőven itt lesznek még. Igen. Jó. Hát nem tudom. Egyelőre ennyi. Szerintem elég lesz. Aztán, ha van még kérdés, akkor azt megvárom, de amúgy pedig köszönet mindenkinek, elsősorban persze köszönet Jahuának azért, hogy megint volt azért elég sok ember, akit ez érdekelt, meg hogy egyáltalán lehetőséget teremt arra, hogy ez még mindig megtörténjen. Meg hogy tanulhassunk, és van esélyünk arra, hogy még járjuk az utat, és így eljussunk oda hozzá. Úgyhogy ez a legfontosabb. Azon kívül pedig mindenkinek a legjobbakat. A Sundial-le kapcsolatban pedig írjatok. Igen, azzal kapcsolatban pedig írjatok, akinek kell, elküldöm a terveket, az nagyszerű, hogyha valakit érdekel. Biztos vagyok benne, hogy nem nagy beruházás, úgyhogy,
Úgyhogy nem kell ezen izgulni. Még annyit, hogy ez a táplálkozás dolog az egy kérdés most. A táplálkozásra kapcsolatban én a táplálkozásban eléggé otthon vagyok, de mármint, hogy értem azt, talán a legjobban azt csináltam egész életemben majdnem, amennyire vissza tudok emlékezni. Mármint az edzés, meg maga az egészség. De hát, hogy fogalmazom, már egy kicsit elkényelmesedtem, de én ugyanúgy edzek majdnem minden nap, egy fél órát, órát, mert rengeteget ülök, és különben megbolondulnék. Szerintem az nagyon fontos, hogy az ember találjon arra időt, mert egyrészt jól érzi magát az ember tőle, már hogyha szereti, másrészt meg mindenképpen kell, mert a mai életmód az borzasztó. Étkezés ügyileg azt mondtam, én húst igyekszem nem enni már, mert nem bízom benne egyáltalán. Hát most, hogy lesz a Páska, most valahogy ezt meg kell oldani, úgyhogy az meg lesz, de azon kívül én húst nem nagyon eszek, nem azért, mert hogy csak pusztán a vér dolog miatt nem. Én valahogy úgy gondoltam, hogy mert bőven meg lehet oldani. Úgyhogy én eszek zöldség, gyümölcs, vegyesen mindent, citromos nápoly, meg ilyenek. De azt nem javaslom. Mindegy, ezek így beleférnek. Én azt mondom, hogy minden, ami el van készítve, ilyen előre legyártott dolog, az mind szemét nagyjából. Az összes gyors éttermi dolog az nekem nem. Én csapvizet iszok még mindig, meg hát én azt mondom csak, hogy amennyiben az ember maga főz, vagy összeállítja a dolgait, és nagyjából igyekszik természetes dolgokat vásárolni, akkor jó lesz. Ez úgyis Yahoo a kezében van, én úgy gondolom. Én teljes mértékben ezt hiszem. Az a mennyiségű szemét, amit ránk spréznek, ami a vízbe van, az élelmiszerbe van, az oltásba, a gyógyszerbe, a tévéből áramlik az a szemét, a szórakoztatóiparba. Ha még mindig itt vagyunk, és még mindig képesek vagyunk gondolkodni azon, hogy ő mit akar, akkor az a bizonyítéka arra, hogy ő képes fenntartani az embert, akármennyi szemét zúdul rá a világból. Úgyhogy én így gondolom. Persze nem keresem a bajt, de igazából nem fogok izgulni, mikor látom, hogy gyakorlatilag folyamatosan permeteznek minket valami szeméttel. Egész nap, reggeltől estig. Sőt, szerintem egész nap, tényleg, még este is. Úgyhogy most mit izguljak azon, hogy szűrjem a vizet, mikor a levegő borzasztó például. Egész télen olyan volt, hogy borzasztó. Úgyhogy én benne bízom, nem kísértem különösebben azt, hogy meddig vigyáz rám, de meg nem bolondulok azzal, hogy mennyire az élelmiszer, amit eszek, egészséges, de én odafigyelek így alapból, szóval ez nem probléma. Az biztos, hogy a tisztaság az fontos. Ezért is nem eszek húst, meg igazából semmit, ami kétséges. Sőt, én azt javaslom, hogyha tejet sem szoktam, de mondjuk tejterméket meg igen, már a tejtől elment a kedvem. Mondjuk, hát ennyi, nagyjából. A zöldség, gyümölcs az nagy ötlet. Azokat összetúrmixolni, inni. Tejtermék. Meg persze, amit nem, azt nem. Különösen az állatokkal. Halat még azt úgy, ahogy megeszem, de a húst én elkerülöm. Meg az orvosokat. Úgyhogy ennyit erről. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, aztán nyugodtan írjatok, hogyha a szandállyal kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, meg
Meg szeretném, ha lenne egy ilyen mondjuk szombat délelőtt, úgyhogy még az nincs kizárva, hogy lesz egy, úgyhogy akinek arról is, hogyha valakinek gondolata van, akkor írhat. Meg ezt ugyanúgy megtartanám. Hogy lenne kettő. Vagy mondjuk lehet, hogy hétközben, kedd este, az egy jó időpontnak tűnik, úgyhogy lehet, hogy akkor kedd este, de minél több ilyen élő lenne, annál jobb. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat is. Halleluja!